Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Tudományegyetem Navigátor című műsora. Elhunyt dr. Tóth József rektor emeritus, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora, a természettudományi kar egykori dékánja, akinek nevéhez fűződik többek között a Földtudományi Doktori Iskola alapítása és hajdani vezetése is. A most következő archív felvétellel ráemlékezünk. A megválasztott rektor 27 szavazattal dr. Tóth József egyetem tanár, a bizottság gratulál neki elsőként, gratulál. A januártól létrejövő Pécsi Tudományegyetem 9 karával az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye lesz. A Janus Pannonius Tudományegyetemhez csatlakozik a Pécsi Orvostudományegyetem és a Szekszárdi Tanítóképző Főiskola. Kollektív vezetést, csapatmunkával történő vezetést akarok csinálni, olyan munkamegosztással, amely arányos képviseletet tételez fel, és olyan megoldásokkal, amelyek mindenképpen a törvényesség keretein belül maradnak, de e kereteken belül méltányos megoldások. Konszenzussal, egymás megértésére törekedve, egy empátiával vele illeszkedve az ő gondolatvilágába, és úgy megnézni, és az ő érdek szövevényén behelyezkedve megnézni, hogy hogy lehetne mégis megoldást találni. Ez az én legkedvesebb időtöltésem, játékom, és a legfontosabb szabályom. Az Emberi Erőforrások Minisztere a 2013-16 közötti minősítési időszakra kutatóegyetemmé minősítette az ország 6 legjobb egyetemét, köztük a Pécsi Tudományegyetemet. A PT előtt álló kihívásokról és célkitűzésekről beszélgetünk vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban dr. Bodis Józsefet, a PT rektorát. Üdvözlöm itt a stúdióban. Először is tisztázzuk, hogy milyen célkitűzések és milyen főleg kötelezettségek és előnyök származnak ebből a kutatóegyetemi cím elnyeréséből. Két nagy előnye van, az egyik a presztízs. Ha csak arra utalok, hogy amikor elvesztettük, akkor milyen negatív sajtó visszhangja volt, meg az egyetemi közvéleményben milyen negatív visszhangja volt, akkor hát ezt a fejezetet lezárhatjuk. Egyfajta presztízs emelkedés jelent, másrészt forrásban erre az évre 660 milliónál valamivel több forintot fog jelenteni. Kifejezetten kutatásra lehet fordítani, és még az elosztási szempontok között azt is kihangsúlyozzák, hogy a kutatás intenzív karok, illetve azoknak az egységei kaphatják, doktori iskolák, szakkollégium, stb. Kutatóegyetem lettünk, de ebben a 6 egyetemben 3-at különlegesen legjobbnak ítéltek, ők kiemelt egyetem címet kaptak. Nemrég azt nyilatkozta, hogy a következő vágyott cél, vagy elérendő cél az egyetem életében, hogy ez a következő ciklusban majd bekövetkezzen. Azt gondolom, hogy egy olyan intézmény, mint a Pécsi Tudományegyetem, amelyik a legmélyebb történelmi gyökerekkel rendelkezik, másrészt őszintén meg kell mondani azt is, hogy a tudományos produktuma alig marad el a kiemelt egyetemekétől, nem tűzhet ki mag elé más cél, mint elérni a kiemelt egyetemi címet. Én úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk megvan, de azt is mindenkinek világosan kell látni, hogy ez nem hullik az ölünkbe. Tehát ezért sok mindent meg kell tenni. Egyrészt a kutatási jelleget fokozni kell. Ennél jobb lehetőség, mint mondjuk a Szentágotai Kutatóközpont, igazán nincs. De a mi egyetemünk tudományegyetem, az egyik és nagyon erős vonulata a kutatásának a természettudományos vonal, de itt nagyon komoly társadalomtudományi művelés is folyik, és úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni. És van egy harmadik ága ennek, amit nem nagyon vettek figyelembe az értékelésnél, a művészeti teljesítményekre utalnék. A mi egyetemünk művészeti kara, illetve a műszaki karnak az építőművész része olyan eredményeket tud felmutatni, ami kellő meggyőző erővel kell, hogy bírjon a döntéshozók felé. Nagyon sok formát megragad arra, hogy kihangsúlyozza azt a stabilizációt, amit most az egyetem mindenképpen szeretne elérni. Hogy áll most ez a dolog? Minden nyilatkozatomban szerepel ez a fogalom, ez a kifejezés. Azzal együtt el kell mondanom, hogy az elmúlt 2-2,5 évben egy nagyon komoly stabilizációt hajtottunk végre. A múlt év végén, az elvonás előtti időszakban olyan számadataink voltak, ami a gazdálkodásunkat jellemezte, ami 10 éve nem volt jellemző az egyetemre. Az elvonás ezt elgyengítette,
és azok a számok, amelyek ma még jellemzőek az ezévi költségvetésre, szintén nem erősítik a stabilizációt. Ugyanakkor a számok mögé és mellé nézve látunk olyan lehetőségeket, amivel ez a stabilitás fenntartható, és bízunk benne, hogy fokozható. Köztudott, hogy az állam minden felsőoktatási intézménynek kevesebb támogatást ad, mint az elmúlt évben. Fogja ezt érezni az egyetem, és ha igen, akkor milyen lépéseket kívánnak tenni? Egyrészt biztosan fogja érezni az egyetem. Másrészt a kutatóegyetemi támogatás önmagában nem tudja kompenzálni ezt. Néhány karunk nagy bajban van, bizonyos döntéseket meg kell hozni azokkal kapcsolatban is. El kell mozdulni most már megint nem csak szlogen szintjén az idegen nyelvű képzés fele, hiszen az általános orvosi kar példája bizonyítja, hogy az micsoda prosperitást és kitörési lehetőséget jelent. A testpedésből ki kell lépni, és kari szinten, tehát az egyetemi vezetés mondhat ötleteket, összerakhat koncepciókat, de a valós ilyen irányú munka a karokon folyik, tehát ott kell megragadni az alkalmat, és hát néhány kar tekintetében már látunk bizonyos mozgásokat, néhány esetében meg nem, hát ösztökélni fogjuk őket. Létszámleépítésre kell leszámítani? Abban bízom, hogy dömpingszerű létszámleépítés nem lesz, egyrészt. Másrészt, az utóbbi 2,5 évben folyamatos létszámleépítés van. Ez elsősorban eddig az adminisztratív területeket érintette. Valószínűleg el fogunk jutni az oktatási területhez is, de csak azokhoz a területekhez, amelyre nincs igény. Most az, hogy bizonyos képzések bajba kerülnek átmenetileg, az egyetem nagy rendszerének kell tudni felvállalni azt, hogy ezeket átsegítse rajta. Született egy kormányrendelet vagy kormányhatározat, aminek értelmében minimum 55 ezer hallgatót fel kell venni az idei felvételi eljárások során. Én arra kértem minden ezzel foglalkozó szakemberünket, hogy rakja össze azt a programot, aminek segítségével lehető legtöbb hallgatót tudjuk ide elhozni. A változások tükrében hogy tekint az egyetem jövőjére? Egy vezetőnek mindig kell látni a problémákat, de nagy baj lenne, hogyha ebből csak negatív következtetéseket vonna le. A problémák feladatokat jelentenek, de biztosan pozitívan kell látni a jövőképet, mert ez az egyetem erre predesztinált. Valószínű más formában, más hangsúlyokkal, de a Pécsi Tudományegyetem fejlődésre képes, nagyon jó az oktatói állománya, még nagyon jó a hallgató vonzó ereje. Ezekből kell erőt meríteni, amivel egy jó, egy szép jövőt lehet felépíteni. Én ezt a szép jövőt kívánom. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Magyarországon most először kapott Asztalasz díjat szemész. Dr. Garainé dr. Pálmer Zsuzsannát, a PTL Klinikai Központ Szemészeti Klinika docensét jutalmazták az elismeréssel. A Stellas díjjal jutalmazták dr. Garainé dr. Pálmer Zsuzsanna szemész szakorvost, a PTL Klinikai Központ Szemészeti Klinika docensét, akit betegei terjesztettek fel az év orvosa kitüntetésre. Nagyon meglepődtem már csak azért is, mert egy idősebb betegcsoport közül jelölt 3 beteg, mint utólag kiderült, mert aztán 1 hét múlva, meg 3 hét múlva újabb jelölések érkeztek, és akkor lepődtem meg igazán, amikor sorba jöttek, tehát ők olyan betegek, akiknek az éleslátás helyén van az elfajulás és a betegség lényege, ami azt jelenti, hogy olvasni nem tudnak, apró betűket nem jól látnak, tehát az, hogy ők vagy maguk azért, mert sikerült megmenteni a látást, vagy a családot megkérve külön energiát fordítottak arra, hogy pályázzanak engem, erre a díjra, ez nagyon-nagyon megtisztelő. A díjazott, bár örül az elismerésnek, számára az igazi motivációt az a sok száz beteg adja, akik havi, két havi rendszerességgel visszajárnak a klinikára. Azt mondja, egy igazi közösség alakul ki a kezelések alatt, amihez elengedhetetlen az az elhivatott orvosi tím, akikkel együtt dolgozik. Külön örömnek tartja, hogy az éles látásvesztésben szenvedő betegek 90%-ának tudják visszaadni a látását. Ez a betegség, amiben a betegek szenvednek, egy időskori makuladegenerációnak, tehát az éleslátás helyének időskori elfajulásával járó betegség,
ami a fejlett országokban, és köztük Magyarországon is, a vakság vezető oka. Ebben a betegségben 5 évvel ezelőtt még gyakorlatilag megvakultak a betegek, és körülbelül 5 éve van lehetőség olyan injekciós, speciális injekciós kezelésre, amivel a betegek 90%-ánál megakadályozhatjuk a látásomlást, amennyiben időben jönnek a betegek. A 2006-ban alapított Astellas díjat évről évre a legkiválóbb orvosoknak és szakdolgozóknak ítélik oda. Szemész most először kapott ilyen elismerést Magyarországon. Felavatták a művészeti kar elektronikus zenei média művész szakos hallgatóinak stúdióját. Egy sikeres TIOP pályázatnak köszönhetően rögzítő és keverőhelyiséget alakítottak ki a művészeti karon, amelyben a standard 5.1 Pro Tools stúdió munka mellett lehetőség nyílik akár 16 csatornás elektroakusztikus művek kidolgozására is. A színesek elemek a szélesség hangjányán, tehát ez a közép és magas, és akkor ezek a falécesek, ez a diffúzor, ez meg ami szétvetíti, mert az a rossz stúdió, ami agyonban nyelve, tehát telerakják szivacsal, vagy gyakorlatilag ez a gyakorlat sajnos. A két helyiséget a nemzetközi szabványok szerint alakították ki. A különböző anyagú burkolatok gondoskodnak a megfelelő hangzásról, lehetőséget biztosítva az ifjú tehetségeknek a kibontakozásra. A 2012-es év idegenforgalmi oktatója lett Aubert Antal, a Természettudományi Kar Földrajzi Intézetének igazgatója. Az elismerést minden évben a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság turizmus szakosztálya ítéli oda. A turizmus területén az előző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereknek. Nagyon örültem neki, hiszen geográfusként kapni ezt a díjat az egy nagy öröm, és úgy gondolom, hogy a geográfus társadalomnak is egy elismerés a turizmus oktatásban. Az elmúlt években nagy különbségek vannak, ami a turizmus trendeket illeti, derült ki a beszélgetésből. Vannak célterületek, amik jobb helyzetben vannak, mások kevésbé. Így azt mondom, hogy vannak nyertes régiók és vesztes régiók a magyar turizmusban. Én nagyon szeretném, és természetesen gyakorlati tevékenységünkkel is ezt elősegítjük, hogy éppen Pécs, a Dél-Dunántúli turisztikai centruma, az lábra kapjon és erőre kapjon. Változatlanul erősnek tartom a régióban a villánysiklós-harkányi háromszöget, ez egyértelmű. Én azt mondom, hogy a vendégkörkutatás, a marketing tevékenység sokkal fontosabb a mai helyzetben e régió számára is és Pécs számára is, mint korábban. A díjazott előtt komoly célkitűzések vannak az oktatás területén, hiszen a jelenleg is folyamatos átalakulásban lévő felsőoktatási rendszerben elengedhetetlen a hallgatók megtartása, piacképessé tétele. Mindegyikben a Bologna folyamatban kell gondolkodnunk abban, hogy a turizmus területén hasonlóan az idegenforgalmi főiskolákhoz a turizmus a geográfus képzésben is szakirányként persze erősödjön meg, és ezt szeretnénk különböző tanterv korrekciókkal is elérni, ezt egyébként meg is tettünk ebbe a tanévbe, amely azt is jelenti, hogy szeretnénk a hallgatókat piacképesebbé tenni a turizmus területén. A turizmusnak inkább a térségi menedzsment irányítás területére koncentrálunk, és ehhez rendelünk olyan tantárgyakat, amely erre képessé teszi őket és felkészíti őket. Mellette a doktori iskolánknak köszönhetően, amelyben van egy turizmus földrajzi témacsoport, igen, jelentős azon hallgatók száma, mert egyrészt végzett már PhD-sként, és turizmus szakvégzettsége van, tudományos képzettsége van, ami azt is jelenti, hogy az országban egyre jelentősebb és nagyobb az aránya azoknak az oktatóknak, akik a kutatási tevékenységükkel meg tudják erősíteni a pozíciójukat, és én ezt tekintem egyébként fő hivatásomnak. Interaktív kiállítás várta a technika és az építészet iránt érdeklődő fiatalokat a Nádor galériában. A Pécsi Tudományegyetem egy támó projekt segítségével most a tehetséggondozási tevékenység színvonalának emelését, az egyénre szabott minőségi képzést és a kutatási tevékenység elismerését tűzte ki célul, elérve a középiskolásokat is. Az utóbbi évek vizsgálata rámutatott, hogy jóval kevesebb a természettudományok és a matematika iránt érdeklődő fiatal, mint korábban. Ha mindez nem változik, az innovációhoz szükséges kutatások terén ez komoly hanyatlást eredményezhet. Az interaktív kiállításon olyan pollákos hallgatók mutatkoztak be, akik tanulmányukkal, tudományos vagy önszervező tevékenységükkel hozzájárulnak ehhez az innovációhoz.
Az érdeklődők megnézhették az Orkatím nemzetközi szinten is jól teljesítő hidrogénhajtású járművét. Egy szabályos kis bemutatót tartott a csapat két tagja. Amennyit kell, annyit látok. De hogyha rárakják a tetőt, akkor itt két oldalt kilátok, illetve az első fekszín. Aki kíváncsi volt, bepillantást nyerhetett a 13. Velencei Építészeti Biennáli ifjú építészeinek felkészülési időszakába, és egy pollákos hallgatók által fejlesztett távvezérelt robot is igyekezett a figyelem középpontjába kerülni. Jánosi Engel Adolf unokájának értékes hagyatéka került a PTE egyetemi könyvtárába. Jánosi Engel Adolf kiemelkedő szerepet játszott Pécs dualizmuskori fejlődésében, nevet gyáralapítóként és a komlói szénbányászat megteremtőjeként vált ismerté. Dédunokája Szikla Gábor New Yorkból tért haza. A családi dokumentumokat, fotókat és Jánosi Engel Adolf emlékiratait tartalmazó örökséggel. Az volt a szándékunk a nővéremmel együtt, hogy ezek az anyagok itt legyenek, és a hasznuk legyen a történelmi kutatásokban. Így itt a Magyarországon, ahol a Pécset a fontos jelentősége volt a családnak, gondoljuk és reméljük, hogy ezt az anyagot hasznosítják a kutatók majd. Jánosi Engel Rózsa 1958-ban emigrált az Egyesült Államokba, ahol könyvtárosi diplomát szerzett. Jelentős szerepet játszott a magyarországi közgyűjteményekkel, többek között az Országos Széchenyi Könyvtárral és a Pécsi Egyetemi Könyvtárral történő kapcsolattartásban és a magyar kulturális értékek New York-i népszerűsítésében. Az egyetemi könyvtár a pécsi születésű könyvtárosról nevezte el a bölcsészettudományi és természettudományi könyvtár kutatótermét, ahol mostantól bárki számára kutathatóvá válik a Jánosi Engel család hagyatéka. Ösztöndíjas börze várta az Erasmus és más mobilitási programok iránt érdeklődő fiatalokat a Pécsi Tudományegyetemen. Voltak olyan diákok, akik csak ismerkedtek az alternatívákkal, mások már konkrét elképzelésekkel érkeztek a börzére. Szerintük rengeteg előnye van a külföldi ösztöndíjaknak. Megismerünk sok mindent, ugye sok tudást is kaphatunk, meg sok emberrel is megismerkedünk, úgyhogy sok tapasztalat, meg ugye más világ, úgyhogy szerintem így mindenkinek megéri legalább egy kis időre kimenni, hogy én spanyol tanulok a BTK-n, és hát elsősorban Spanyolországban, de hát angol nyelvterületre is szívesen mennénk. Egyrészt más kultúrának a megismerése miatt, teljesen más munkamorál van odakint, a német munkamorál az igen híres arra, hogy nagyon jó. Ma Magyarországon mindenki azt mondja, hogy menjünk ki külföldre világot látni. Azt gondolom ezért ez nagyon fontos, és akár így külföldön is kapcsolatok révén, és akár itthon is el tudok helyezkedni sokkal könnyebben. A hallgatók a délelőtt folyamán előadások keretében részletesen megismerhették a különböző ösztöndíj lehetőségeket. Bakos Piroska műsorvezető szerkesztő, az Erasmus program magyarországi nagykövete is beszélt külföldön szerzett tanulmányi tapasztalatairól, az információs pultoknál pedig személyre szabottan kaphattak tájékoztatást az érdeklődők. Gauri Shankar Gupta, India magyarországi nagykövetetett látogatást Pécset. A fenntarthatóság papjaként apostrofált nagykövet környezet és fejlődés címmel előadást tartott a Pécsi Tudományegyetemen, melyben a környezet védelmére és fontosságára, valamint önmagunk megértésére hívta fel a figyelmet. Szerinte a materiális javakat hajszoló gazdaság csak a boldogság illúzióját okozza. Ha ezen nem változtatunk, a Föld két generáción belül nem lesz képes az önreprodukcióra. Gauri Shankar Gupta diplomáciai feladatai mellett tudományos és közéleti tevékenységeinek eredményeit kiadványokban publikálja. Az élet rejtélyének feltárása Modern Tudomány és Ősi Bölcsesség című igen népszerű könyvét 2012-ben magyarra is lefordították. István László pécsi képzőművész, az Erzsébet Tudományegyetem névadója, Erzsébet királyné portréját adományozta a PTE-nek. Az akvarelt Bódis József az egyetem első embere vette át a művésztől, aki a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményében szerezte diplomáját, majd két évtizeden át a potegrafikusaként dolgozott. Alma mátere iránti kötődése és a legkedvesebb munkahelyéve kihlették munkáját, ami most az egyetem berkeiben megtalálta méltó helyét. Ilyen volt az egyetemi bár 1996-ban.
Most 2013-ban talán csak az arcok lettek mások, de a hangulat és a tradíciók mit sem változtak. Az estét a PTL táncegyüttese nyitotta meg egy különleges keringővel, ami mindenkinek meghozta a kedvét a tánchoz. Az este egyik díszvendége is hamar feloldódott, igazi kikapcsolódás volt számára az este. Ez nekem mindig nagyon jó és abszolút kikapcsolódásra szolgáló események, és egyben hatalmas megtiszteltetés, ugye, hogy a meghívott vendégek között lehetek. Természetesen megpróbálok minden ilyen alkalmat megragadni a kikapcsolódásra. Ugye nem titok, hogy a közgázon vagyok, ugye mesterképzésen most másodéves hallgató, és nyilván nagyon sok ismerőssel találkoztam itt a ma este folyamán. Pont az előbb került szóba az asztaltársaságnál, hogy valahogy én a báli korszak végébe csöppentem csak bele, úgyhogy sok alkalmam nem is volt megtanulni táncolni. Az alaplépéseket tudom, de majd ma este kiderül, hogy ugye mennyire koptak meg ezek az emlékek. Meglestük, és jelentem, azok az emlékek nagyon is frissek, ami a lassúzást illeti legalábbis. Az est folyamán volt tánctanítás és táncverseny is, olyan visszatérőkkel, akiket lehetetlen letáncolni a színpadról. És persze a kvízjáték sem maradhatott el, ebben az évben zenei tudásukat tehették próbára a vendégek, akadtak olyanok is, akik telefonos segítséget kértek. Majd következett az est sztár fellépője, egyben másik díszvendége, aki nagy megtiszteltetésnek érzi az egyetem meghívását. Az elmúlt időkben sokszor játszottam már bálban, például az Operabárban rendszeresen sztár vendégként léptünk föl, és büszke vagyok rá, hogy körülbelül 2-3 évvel ezelőtt itt az egyetem kupola termében egy jótékonysági koncerten is játszottam. Nagyon jól érzem magamat. Remélem, hogy jól fogják magukat érezni a kedves vendégek is, amikor elkezdünk játszani. A Vastapsból ítélve ez a vágy teljesült, egy világszínvonalú produkciót láthatott a közönség Mága Zoltán a Primarius Quartet és a PTL táncegyüttes közös fellépésével. Peterdi András 11-szeres magyar bajnok párbajtörözővel beszélgettem, aki a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának hallgatója. Már gyerekkorában tele volt energiával, és imádta a vívós részletekkel tarkított filmeket. Ma már a Riói olimpiára készül. Miért a vívást választottad? Mert szerintem ez nem egy mindennapi sport. Ez így van, sajnos nem ismerik túlságosan sokan. Érdekes, idősebbik öcsémmel Mártonnal. Sok zorros filmeket néztünk, és ilyen hasonló jeleneteket, és utána két botot törve az udvaron elkezdtük lejátszani ezeket a jeleneteket, és édesanyám nagyon félt, hogy kiszúrjuk egymás szemét. Az udvarunkban pont volt egy vívó terem, és gyakorlatilag levitt engem, hogy ott tomboljam ki magam. Ez volt 16 éve, és azóta is ott maradtam. Ki volt az edződ akkor és most? Engem Danka Sándor vett a szárnyai alá, és azóta is ő az én edzőm. Az első győzelmedre hogyan emlékszel vissza, mikor és hol volt? Legelső az 1999-ben, október 2-án volt Tapolcán egy gyermekverseny. Nagyon jó emlékek, hát már kezd ködös lenni az emlék, de szerencsére nekem korán jöttek az eredmények. Én 96-ban kezdtem el vívni, és gyakorlatilag 3 év után nekem már jöttek ezek az országos eredmények. Én úgy gondolom, hogy ez benne is van, hogy ezzel én maradtam el a vívásnál, és ezt csináltam, mert tényleg nagyon örültem, hogy gyakorlatilag egy-két éven belül jöttek az eredmények. Azóta elért legnagyobb eredményed? Én 11-szeres magyar bajnok vagyok. Világbajnokságon voltam eddig 2-szer harmadik, Európa bajnokságon 2-szer ezüstérmes, egyéniben és csapatban is. Év Heraklész sportolója voltam, év kadett vívója, úgyhogy szerencsére jöttek az eredmények. Minden korosztályban voltam magyar bajnok, még a felnőtt hiányzik, ott eddig csak ezüst, de hát reméljük ezt majd azért orvosolni tudjuk. És hát most ugye már a felnőtt korosztályba léptem, úgyhogy most már úgy gondolom, hogy most indul be igazán a eredménygyártás, és remélhetőleg a nagyobb felnőtt versenyek is, hogy megállom a helyemet. Tanulást és a sportot hogyan tudod összeegyeztetni? Nem egyszerű, viszont ugye én testnevelő szakon vagyok itt a Pécsi Tudományegyetemen, és hála Istennek eddig minden tanár tényleg abszolút támogatott, nagyon segítőkészek volt, segítettek, úgyhogy én azt hiszem, hogy maximálisan megkaptam mindenféle segítséget és támogatást az egyetemtől, úgyhogy így azért össze lehet egyeztetni a tanulást a sporttal. Jövőbeli célok, amiket még el akarsz érni?
A jövőbeli célom most rövid távon az univerziádra való kijutás, és ott egy jó eredmény remélhetőleg éremmel hazatérni, de a hosszú távú cél az, hogy a Rio olimpiára kvalifikáljam magamat. András segítségével felölthettem a vívók által viselt ruhát. Felléphettem a pástra, hogy legyőzzem a 11-szeres magyar bajnokot. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Navigátorba. Én két hét múlva ismét várom Önöket aktuális egyetemi hírekkel. Addig is nézzenek bennünket. Korábbi adásainkat Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkkal együtt megtalálják az interneten. Viszontlátásra!